Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Október 15-e csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Elindult a munka, megkezdődött az M83-as gyorsforgalmi út kivitelezése. A 90 milliárd forint értékű fejlesztés keretében 36 km hosszú újnyomvonalú út épül meg Győr és Pápa között. A járvány idején előbb felment 4,4, majd augusztusra visszaállt 3%-ra a megyei munkanélküliség iráta. Az emelkedés ellenére továbbra is nálunk vannak a legkevesebben állás nélkül. Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Security Patent. A jeles jubileumot nem látványos ünnepséggel, inkább faültetésekkel teszi emlékezetessé a vezető vagyonvédelmi vállalkozás. Elindult a munka, megkezdődött az M83-as gyorsforgalmi út kivitelezése. Ezt Kara Ákos és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselők jelentették be közös sajtótájékoztatójukon. A politikusok kiemelték, a 90 milliárd forint értékű fejlesztés keretében egy 36 km hosszú újnyomvonalú út épül meg Győr és Pápa között. A kétszer kétsávos út két szakaszban épül meg, és nem csak biztonságosabbá teszi a közlekedést, de segítségével a térség kis települései is könnyebben megközelíthetőek lesznek. Az új gyorsforgalmi út a tervek szerint 3 év alatt készül el. Egymást érték az autók a 83-as főúton csütörtökön napközben is. Óriási a forgalom, ráadásul rengeteg a baleset. Évek óta tervben volt már, hogy kibővítik az utat, a munka most indult el. Nem a meglévő utat szélesítik ki, hanem teljesen új nyomvonalon épül meg az M83-as. 36 kilométeres szakasz valósul meg Győr és Pápa között. A 90 milliárdos fejlesztés hatalmas lépés a térség életében. Olyan fontos útberuházásról van szó, amely az elmúlt esztendőkben egy nagyon erős csapatmunkát hozott, és mind a közélet, az itt élő emberek, mind pedig a szakma képviselői részéről ennek a hosszú közös munkának egy óriási eredménye született. 36 kilométeren épül új kétszer kétsávos út Győr és Pápa között. Én azt gondolom, hogy ennek az útnak nem csak az itt élők szempontjából lesz, ennek az új útnak nem csak az itt élők szempontjából lesz óriási jelentősége, hanem az ország, egész ország közlekedése szempontjából is egy döntő és jelentős változás, és természetesen ennek az útnak a megépítése illeszkedik ahhoz a kormányzati politikához, amely 2010 óta megcélozta azt, hogy fontos és szükséges útberuházások valósuljanak meg szerte az országban. Kara Ákos és dr. Kovács Zoltán kezdeményezték a gyorsforgalmi megépítését, a képviselők rengeteget lobbiztak a fejlesztés érdekében. A gyorsforgalmi út két szakaszban épül meg. 15 darab műtárgy épül meg a Pápa tét déli szakaszon. Két külön szintű csomópont a Pápa reptérnél, illetve itt, ahol vagyunk, Gyarmat településnél. Egy darab vasúti felüljáró, és ha aszfaltba mérjük, akkor közel 70 ezer köbméter aszfalt kerül ide, de növénytelepítés is zajlik. Ebbe a szakaszba 653 darab fa és 54 ezer cserje kerül kiépítésre a vadvédő kerítés mellett. A másik szakasz az a Tét Észak és Győr, ez 17,6 km, ezt a Solt út fogja építeni, az előzőt a Duna aszfalt. Ez 46 milliárd nettó áron fog elkészülni. Itt 8 darab műtárgy kerül kiépítésre, 4 darab külön szintű csomópont, Tét Dél, Tét Észak, Győrszemere és Koroncó. 2 darab turbo körforgalom. Nem csak út épül Győr és Pápa között, de sok minden más is készül. A beruházás műszaki tartalmát a NIF szóvivője ismertette.
A Győrbe vezetőnek egy további 3 kilométeres szakasza szintén 2x2 sávra fog bővülni, és az a két körforgalom, amit képviselő úr említett, azok is meg fognak épülni a Malom utcánál, illetve az Új Élet utcánál kerülnek majd kialakításra. A projekt további része új nyomvonalon épül, tehát a 83-as számú főút teljesen új nyomvonalon lesz vezetve, 2x2 sáv fizikai elválasztással, a tervezett sebesség 110 km/h lesz, és igen, amit ki szeretnék emelni a projekt kapcsán mindenképpen, hogy külön szintű csomópontok állnak a rendelkezésre, hogy ugye fel lehessen hajtani biztonsággal az autóútra. Külön szintű csomópont készül Koroncónál, Győrszemerénél, délnél, Tét északnál, Gyarmatnál és a Pápa északnál. A munka hivatalosan most indult el, a fejlesztés pedig a tervek szerint 2023 év végére készül el. A koronajárvány okozta gazdasági válság idején felment majdnem 4,5, majd augusztusra visszaállt 3%-ra a megyei munkanélküliségi ráta. Ezt a megyei közgyűlés elnöke mondta híradónknak. Németh Zoltán a legfrissebb adatokra hivatkozva kiemelte, nálunk is nőtt az állás nélkül lévők száma, de továbbra is Győr-Moson-Sopronban van a legkevesebb munkanélküli. A megyei elnök arról is beszélt, hogy leginkább a vendéglátóipari, a szolgáltatási és a kereskedelmi szektort érintette a koronaválság, de szinte minden terület megszenvedi a járványt. Itt látszik, hogy itt egy kicsit stabilabb volt a munkaerőhelyzet, mert még Sopronnál lehetne azzal magyarázni, hogy esetleg a külföldi munkavállalók visszajöttek és itt munkanélküliként megjelentek. A megyei elnök a megyei munkanélküliségi adatokat mutatja stábunknak. A koronajárvány okozta gazdasági válság idején előbb felment közel 4,5, majd visszaállt 3%-ra a ráta Győr-Moson-Sopronban. Németh Zoltán szerint még így is messze nálunk vannak a legkevesebben munkanélkül. Az év elejét olyan 1,5% körüli munkanélküliségi rátával kezdte a megye, ami még szintén az országban kimagaslóan alacsony, sőt nemzetközi szinten vagy európai szinten is rendkívül kedvező. Viszont a koronavírus járvány hatására ezek az adatok láthatóan elmozdultak. Április-május-június környékén volt a csúcs, amikor gyakorlatilag megduplázódott a munkanélküliség, tehát a megyei adat is 4-5% fölé kúszott, de szerencsére aztán a nyár végére, ahogy újraindult az élet, ezek a számok kezdtek visszarendeződni. A megyei elnök arról is beszélt, egyes ágazatok nagyon megszenvedték a járvány okozta válságot. Az első hullám után pedig szinte azonnal jött a második, amit nehezen viselnek a megyei cégek és vállalkozások is. Nehezen megítélhető, hogy milyen arányban, milyen mértékben járult hozzá a koronavírus a gazdasági nehézségekhez, visszaeséshez, mert amúgy is voltak olyan folyamatok, amik negatív tendenciát mutattak ebből a szempontból, és bizony sok cég, vállalkozás ebbe a csomagba tulajdonképpen beledobta azokat a veszteségeit, amit amúgy el kellett, hogy szenvedjen. Tehát most lépték meg azokat a racionalizálási, vagy azokat a munkaerő csökkentéssel járó sajnálatos dolgaikat, amikre szükség volt ahhoz, hogy amúgy túléljenek, vagy ezt a gazdasági recessziót, ami Európában most elindult a koronavírus járványtól függetlenül, hogy azt valamilyen szinten kompenzálni tudják. Ugye erre jött rá a koronavírus, és ennek az együttes hatása az, hogy most egyébként nyilván az országos vagy az európai mértékhez kedvező helyzetben vagyunk, de mégis jelentősen emelkedett a munkanélküliség. Németh Zoltán bizakodó és azt mondja, remélhetőleg csak a tél és a tavasz lesz nehéz, aztán jövő nyárra nagyjából normalizálódik a helyzet, az egészségügyi és a gazdasági helyzet is. Ha már lesz vakcina, ha már tudjuk azt, hogy stabilan normalizálódik az embereknek a hétköznapi élete, hogyha tudják, hogy nem kell extrán félretenni, takarékoskodni, mert a következő hónapokban is lesz bevételük, akkor nyilván költeni is fognak, ha költeni fognak, az mozgatja a gazdaságot, és akkor a termelés vissza tud állni vélhetően arra a szintre, ami korábban volt, és elindulhat újra egy tartós fejlődési pálya, ez pedig nyilván új munkahelyeket fog teremteni, sőt lehet, hogy a megszűnők helyett is újabbak lesznek. Most arra kell nagyon odafigyelni, hogy a legsérülékenyebb, a vírus által érintett ágazatok, azok éljenek túl.
A megyei elnök hozzátette, szerencsére továbbra is Győr-Moson Sopronban vannak, a legkevesebben állás nélkül, de ez természetesen nem vigasztalja azt a közel 7000 embert, akik az augusztusi adatok szerint nem dolgoztak. A Patent csoport Magyarország egyik legnagyobb vagyonvédelmi vállalkozása idén ünnepli 30. születésnapját. A jeles jubileum látványos megünneplése helyett a cégcsoport inkább az együtt gondolkodást választotta. A kerek évfordulót megünnepelve, a város önkormányzatával egyeztetve a Nádor téren létrehozták a Patent ligetet, ahova 30 darab kis fát ültettek el a jövő számára. 30 éve védi ügyfeleit a Patent csoport, amely mostani, születésnapi akciójával a környezetet is óvja. A jeles nap alkalmából 30 facsemetét ültettek el a Nádor téren. Patent világéletében az egész működése alatt arról gondolkodott, hogyan tudna visszaadni valamit annak a közösségnek, ahonnét a munkát kapja, ahonnét kinőtte magát. És hát ez is annak a gondolkodásnak az eredménye, hogy most ezt a 30. évet nem egy ilyen csillivilli, ragyogó rendezvényel ünnepeljük meg, hanem 30 fát ültetünk minden városban, ahol a Patentnak igazgatósága van. És hát a szülővárosunkban, Győrben ez a legjelentősebb, ez a legfontosabb számunkra, és örömmel tesszük ezt, mert ezzel is még egészségesebbé, zöldebbé tesszük a városunkat. Hát ez nagyon nagy öröm számunkra. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő elmondta, ha a 30 évvel ezelőtti időszakra visszatekintünk, senki nem gondolta volna, hogy 1100 embert foglalkoztató vagyonvédelmi cég létesül Győrben. Mindenképpen az első szó az elismerésé. A második pedig a társadalmi szerepvállalásnak a kiemelése, ami megjelenik a sport, a kulturális élet, az egészségügy támogatásában, de most esetünkben ugye a zöldebb Győrért való tevékenységben. Én maximálisan egyetértek a polgármester úr gondolatával, hogy zöldebb Győrt építsünk. Ebbe beletartozik sok-sok minden. Gondolok itt például a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek a környezetének a rendbetételére, vagy a modernebb autóbuszokra, amelyek ugye kevesebb károsanyagot bocsátanak ki, de a parkok, közterületek rendbetételére is. És amikor Kocsis Robert tulajdonos említette nekem, hogy egy ilyen tervük van, akkor azt mondtam neki, hogy ezzel érdemes most kijönni mindenképpen, ugye 30 fának az elültetése itt a Nádor téren, ami jelképes is, hiszen egyfajta fásítás történt. Szeres Szabolcs alpolgármester a faültetés apropóján kiemelte, az együtt gondolkozás és a példamutatás ebben a helyzetben még fontosabb. Ez a cég 30 éves lett, 30 év nagyon jelentős időszak egy társaság, egy cég életében, és nagyon nemes dolog az, hogy ez a cég ezt nem egy nagy ünnepléssel tette vagy koronázta meg, hanem egy társadalmi felelősségvállás keretében ugye faültetése vállalkozott, és ezzel igazából nem csak a magának előtt említetés ennek a 30 évnek, hanem a jövőbe mutató ez a dolog. Nagyon fontos, hogy egy együtt gondolkodásra is utal ez a tény, hiszen a mai Győrnek nagyon fontos kérdése a környezetvédelem, környezetvédelmi bizottság alakult dr. Tézsicsi Vandás polgármester kezdeményezésére, fásítás van folyamatban, évente több mint 1000 fát ültetünk el, babaligetet alapítottunk a DAC pálya mellett, tehát ez egy nagyon fontos eleme Győr gondolkodásának a környezetvédelem, és ebben kiválóan illeszkedik ez a fajta gondolkodás, amit a cég ebben a szempontból is képvisel. A faültetésnek jelképes szerepe van, hiszen kapcsolatot jelent múlt és jövő között, emelte ki dr. Szálasi László, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Ahogy mondták, unokáink is látni fogják. Nagyon nagy dolog, hogy egy cégcsoport így fölvállalja a környezetvédelmet, és fák ültetésével emlékezik meg arról, hogy 30 éve dolgozik. Nagyon jó érzés a Környezetvédelmi Bizottság elnökeként, hogy ilyen eseményen részt vehetek. Ahogy tudjuk, meg látjuk, egyre több faültetési igény jelentkezik. Picit most már nagyon vigyázni kell. Szeretném is elmondani a győrieknek, hogy amellett, hogy tiszteletre méltó és elismerésre méltó minden magánkezdeményezés, de óvnám a polgárokat attól, hogy csak úgy saját hatáskörben eldöntsék, hogy akkor mi most itt fát ültetünk. Az ünnepélyes faültetést minden olyan városban megvalósítják, ahol Patentnak területi igazgatósága működik. A vállalatnál remélik, hogy a legközelebbi kerek évforduló alkalmával még tovább növelhetik a facsemeték számát a most már Patentligetként emlegetett területen.
Egy 75 éves múltra visszatekintő bútoráruház nyitotta meg kapuit Győrben, egy másik egykori lakberendezési áruház helyén. A most letelepülő cég már a 13 országban 320 üzlettel és éves szinten 5,1 milliárd eurós árbevételével a világ második legnagyobb bútorkereskedelmi láncának számít. A győri márkaváltás során megtartották a régi munkavállalókat, akiket igyekeznek a jövőben is megfelelően megbecsülni. Nagy érdeklődés mellett nyitotta meg kapuit Győr új bútoráruháza az egykori lakberendezési üzlet helyén. Az osztrák cégcsoport a koronavírus járvány okozta a gazdasági válság ellenére is a terjeszkedés mellett döntött. Így Győr mellett az országban még 5 helyen alakítottak át, majd nyitottak új bútordiszkontot. Cégcsoportunk mindig előre néz, és mindig a kihívásokat keresi, és ebben a mindenféle válsággal és egyéb sújtott időszakban is az előre utat nézi, úgyhogy ezt tavaly eldöntöttük, és ennek megfelelően haladtunk tovább, tehát nem tántorított meg minket az idén kialakult pandémiás helyzet sem, tehát folytattuk tovább, úgyhogy ennek eredményét láthatják ma itt a vásárlók. 50 munkavállalót foglalkoztatott az egykori lakberendezési üzlet. A márkaváltás során az összes munkatársukat megtartották, nekik a több hónapos munkálatok során is nagy szerepük volt. Ami a munkavállalók megbecsülését illeti, ezen nálunk nagyon nagy hangsúly van, és ez nem csak anyagi értelemben, hanem sokszor egy jó szó is sokat számít. Tehát amikor itt az elmúlt 3 hónapban, majdnem azt mondom, hogy 7 nappal lett éve dolgoztunk azon, hogy így nézzen ki az áruház, ahogy most kinéz, az pénzzel egyszerűen nem lehet megfizetni. Tényleg arról volt szó, hogy minden reggel biztatni kellett a kollégákat, hogyha valaki láttam, hogy rosszul érzi magát, egy-egy jó szó mindig sokat segített. Győr alpolgármestere vágta át a szalagot, előtte pedig jelképesen átnyújtotta a város zászlaját az ügyvezető igazgatónak. Radnóti Ákos üdvözölte a nagymúltú céget Győrben, és gyümölcsöző együttműködésben bízik. Külön öröm számomra az, hogy minden munkavállaló a korábbi áruházból itt maradt. Nagyon fontos nekünk győrieknek is, hogy a munkavállalók megtalálják itt a számításukat, és kértem is az áruház vezetőségét, becsüljék is meg a munkavállalókat, hiszen nagyon fontos ebben a nehéz időszakban. Természetesen mi Győr város részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy az itt lévő gazdasági szerepvállalók is megfelelő környezetben tudjanak dolgozni. Ezért mi sokat teszünk a város ellen, és folyamatosan dolgozunk ezen, és hát bízom benne, hogy így a gazdasági élet szerepvállalói megtalálják itt a számításukat, és egyúttal felkértem őket arra is, hogy a város társadalmi életében, a közösségi szerepvállásban is vegyenek részt, hiszen ilyen multicégek esetében ez valamennyire elvárható is. Mi ezt partnerséget ajánlottunk, hogy bízom benne, hogy jól lesz az együttműködés. Az 1945-ben alapított cég már a 13 országban 320 üzlettel és éves szinten 5,1 milliárd eurós árbevételével a világ második legnagyobb bútorkereskedelmi láncának számít. A közelmúltban elhunyt két nagy formátumú tanárára emlékezett szerda kora este a Bencés Diákok Győri Egyesülete és a Cucor Gergely Bencés Gimnázium 1970-ben végzett 4. A osztálya. Az egykori Bencés Diákok ünnepi szentmisén imádkoztak közösen dr. Horváth Ciprián és Ámon Viktorin lelki üdvért. A Győr-szigeti Szent Rókus templomban gyűltek össze az 50 éve érettségizett öreg diákok, akiket Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő is köszöntött. A Győr-szigeti Szent Rókus templomban emlékeztek meg egykori meghatározó tanáraikról a Bencés Diákok. Az 50 éve a Cucor gimnáziumban végzett 4. A osztály közösen imádkozott dr. Horváth Ciprián és Ámon Viktorin lelki üdvéért. A Bencés Diákok nevében dr. Schmidt Péter mondott köszöntőt. Az 50-es, 60-as években, talán még 70-es években is fősök voltak azok a szülők, akik a gyermekeket a Bencésekre adták. Miért tudod a gyerekek hatókhoz, ami nem veszik fel az érdemre, elbocsátanak állásokból, megaláztatásról élő munkahelyet. Ennek ellenére szüleink is mi is vállaltuk ezt a kívást, és sikerrel végeztük. Győr országgyűlési képviselője is méltatta az összetartó bencés közösséget. Simon Robert Balázs is visszajáró vendég a győri bencéseknél, ahol rengeteg jó program és fejlesztés is zajlik. Éppen kerem el, hogy a bokolyó héten fogok oda látogatni, és akkor megnézzük az oltást.
Ünnepi szentmisén is megemlékeztek az elhunyt bencés tanárokról, amit Győr-sziget plébánosa és az egykori negyedik A-osztály egyik tagja, Rum település mai plébánosa közösen celebráltak. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, péntek este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.